No, hát sziasztok, nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Akkor egy pár szót szeretnék szólni erről a Gaming Helperről és a beállításról, illetve talán még egy apróságot így előzménynek, hogy hát sajnálatos módon ez a slider button funkció ez eltűnt, úgyhogy én feléptem a Phoenix OS, a Phoenix OS készítőinek a fórumára, és hát megkérdeztem, nyitottam egy ilyen fórum topikot, hogy mi a helyzet ezzel a slider buttonnal, majd azt is mindjárt megmutatom, hogy mi a helyzet ezzel. Jó, tehát akkor a legelső, hogy megnyitjuk ezt a Game Helpert, ami immáron Octopus motorra működik. Ugye ebben a korábbi videóban volt szó. És adjuk hozzá azt a játékot, amit irányítani szeretnénk, mondjuk jelen esetben a Bullet Force. Nyomunk egy Open-t, én még egy ilyet is csinálok, hogy full screen. Jó, és hogyha ez bejött, akkor látjuk, hogy az Octopus, a kis polifejű megjelenik ezen a játékon, és én azt mondom először, hogy egy Practice-t nyomjunk neki, mondjuk az Outpost nevű pályán, és elkezdjük hozzáadni az irányítás funkciókat. Ugye ezzel a laptoppal akkor se tudnék játszani rendesen, hogyha akarnék, hiszen de csúnya lett a képernyője. Húha. Ebből kilépek. Néha van ilyen egyébként, ezt nem is értem, hogy mi. Micsoda, megnyitjuk még egyszer, biztos, ami biztos, és én fel is teszem mindjárt így az elején nagyba. Na nézzük most. Nektice. Jó, most jó lesz a felbontás. Hogyha nincs felrakva rendesen nagy képernyőbe, akkor alapból egy ilyen nagyon csúnya rossz felbontáson indul el valamiért. Ugye látszik, hogy már 11-es rangú vagyok. Egy pár kört már mentem vele. Jó, most látszik, hogy nagyon szép a játéknak a grafikája. No, akkor kezdjük el testre szabni. Kezdjük azzal, hogy alapból gamepad módba szokott lenni a játék. Tegyük egyből keyboard módba, tehát billentyűzet módban fogjuk konfigurálni. És első dolgunk, hozzáadjuk a kompaszt. Levesszük kicsire, hogy körülbelül akkora mérete legyen, amekkora az irányítás ténylegesen. Adjunk hozzá egy guggolást, ez legyen a mondjuk a control, és ide tesszük, ahol a tényleges guggolás van. Jó. Némi zavart érzek az erőben, ugye ilyenkor beszokott néha jönni a start menü. Én automatikus elrejtésre raktam, de ettől függetlenül néha úgy érzi, hogy elő kell jönnie, mert eljött az ő ideje, ez teljesen automatikus valamiért. És most jön be, az, ami sajnos probléma, én tehetek ide egy billentyűt, de nem fog működni. Ugyanis korábban itt slider volt, és pont az a probléma, hogy nem lehet jobbra-balra csak úgy fegyvert váltani, ettől függetlenül teszek ide egy gombot, hát a szerencsénk lesz. De sajnos fegyvert váltani csak úgy lehet, hogy elhúzzuk az ujjunkat ezen az opción, mivel ebben a monitorban, ebben a laptopban nincs semmilyen touch érzékelés, kivéve a miniatűr touchpadot, ugye, ami minden laptopban benne van szinte. Sajnos kivették valamiért ezt a funkciót, és mivel ezen nem lehet húzkodni az ujjunkat, illetve lehet csak semmi hatása nem lesz, maximum baromi vicces lesz. Ezért a legtöbb, nem csak ezzel a játékkal, hanem gyakorlatilag a legtöbb játékkal nem lehet így játszani ilyen formában. Ez miért lett nagy elbetű? Vagy mindegyik nagy? Volt egy caps lockom. Mindegy, nincs jelentősége. Jó, adjunk még egy ugrást hozzá, ugye? Az még azért jól jöhet. Eddig gondolom olyan bonyolult nem lehetett senkinek a beállítás, Fire-t még ide rakom, ahol a tűz van nagyjából, és most jön az érdekesség, a beállításoknál van egy olyan funkció, hogy, na most nem találtam hirtelen, hogyha megnyomjuk a jobb gombot, akkor ezt leokézom, ha megnyomjuk a jobb gombot, akkor eltűnik és lehet irányítani a képernyőt. Na most, mivel szeretnénk ezt a funkciót használni, amihez általában a PC-s játékokban a jobb gombot szoktuk, ezért
Na most nem jött elő ez a funkció. De jól van. Tehát hozzáadjuk az egérgombos irányítást valahova ide középre. Leokézzük és kipróbáljuk. A jobb gombbal, amivel egyébként lövöldözni szoktunk, átveszük az irányítást a képernyő felé. És már lehet lövöldözni, illetve tárazni. Fegyvert cserélni viszont nem fogunk tudni, csak hogyha elhúzzuk itt az egeret, és látjuk, hogy már meg is változott a HUD mérete, és ezt korrigálom. Ettől függetlenül lehet az 1-est és a 2-est megnyomni, csak húzásra lehet fegyvert váltani, ez a slider funkció, ezt nem tudom, hogy miért vették ki. Reméljük hamarosan visszateszik. No. Azt mondja, hogy beállítások, hopprossz helyre jöttem. Itt az egér 2-es billentyűt egér 3-ra teszem. Ez lehet, hogy konkrétan, tehát most Android X86-on vagyok, ebből a 64 bites 3.03-as kiadású Phoenix OS-en. Ezen meg lehet csinálni, hogy mouse 3-ra, azaz a középső, a görgővel való kattintásra, ugye nem csak görgetni lehet, hanem kattintani lehet a görgővel, a közép, mint egy középső gombbal. Ilyenkor átveszi az irányítást, és ezáltal nekem lehetővé válik használni a jobb gombot itt. Mouse 2, mouse 2-t berakta szépen oda, leokézom. Na nézzük, megnyomom a görgőt, kattintok egyet vele, és jobb gombbal ránagyítok. És még van egy, az escape-et beraktam, hogy menjen ki a menübe. És kattintásra eltűnik. Na most, hogyha ezt behozzuk, egér, középső gomb, customize HUD. Na most itt van egy ilyen funkció, ide tegyünk egyet. Ez az úgynevezett HUD, ez az irányításnak a helyei, amit gyakorlatilag használunk. Ide egy G betűt tegyünk még a fegyverek felvételéhez. Hogyha ezzel megvagyunk, akkor finish, és én azt javaslom, hogy ezt a futás gombot, ezt a sprint button-t, ezt vegyük ki. És ez lehetővé teszi, most középső gombbal aktiválom az irányítást, lehetővé teszi, ha nem nyomunk más gombot, csak az előrét, akkor fut. Ha megnyomunk más gombot is, akkor nem fut. Letérdelek, és látjuk, hogy nem fut. Nem lehet szépen így menni, így viszont fut. Volt egy kis szórásom. Irányítás. Itt egy jó fegyver, már le is cseréltem. Jó. Hát nagyjából ennyi lenne ugye magának a játéknak a konfigurálása. Egérérzékenységet és gomnyomás érzékenységet és hasonlókat még érdemes kitapasztalni. Hogy kinek mennyire fog bejönni, melyik irányítás, kinek hogy fog megfelelni. Azt majd látjátok úgyis. Ó, de milyen szuper fegyvert vettem fel. Hol az R betűm? De nem is kellett táraznom? Jó van akkor. Jó lábon lőttem. Jó. Ugrás, az is nagyszerűen működik. Még annyit mutatnék meg talán, hogy ugye ezzel az úgynevezett opacity-vel lehet átállítani. Yes! És akkor teljes egészében eltűnik gyakorlatilag a képernyőről az irányítás gomboknak a helye, és még ezzel tudunk talán egy olyat csinálni elvileg. Jajaj! Ezen is van egy ilyen, hogy opacity, vagy legalábbis volt. Jó, most nem találom. Sensitivity-t és aiminget, azt érdemes játszani vele, kinek mi jön be a legjobban. Jó, úgy emlékeztem, hogy van ebben is opacity beállítás, de hát akkor nem. Jó, hát nagyjából ennyi lett volna ezzel kapcsolatban megmutatni. És ezek után, hogyha rögzítjük a játékot, vagy bármilyen más dolgot akarunk ezzel kapcsolatban.
Figyelj! Ez már netten lett volna régen végen. Jó. Úgyhogy ennyi lett volna nagyjából, amit én szerettem volna megmutatni. És várom természetesen én is a kérdéseket, visszajelzéseket a videó alatt, fórumban, Facebook oldalon. És természetesen a javaslatokat és az ötleteket én is szívesen várom mindenkitől. Remélem, hogy hasznos volt ez a kis videó számotokra. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!